zajlik az Őzeknásza. A balesetek nagy része a párzási időszakban történik. Sütés, főzés biztonságosan, mini séftábort rendeztek gyerekeknek. Köszönöm, most jól vagyok, előadással köszöntötték egymást. Új kiállítás nyílt Pécsen, szobrászhallgatók munkáit láthatja a közönség. Köszöntöm nézőinket, önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk. Javában zajlik és heteken át tart még az Őzeknásza. Az üzekedő állatok minden megfontolás, félelemérzés nélkül kifuthatnak az utakra, és könnyen vadbalesetet okozhatnak. Az állatok és magunk testi épsége érdekében a fokozott körültekintés, a lassabb haladás mindenképpen segíthet elkerülni nem csak a tragédiát, hanem a bírságot is. Július vége, augusztus eleje az Őzeknásza, és ilyenkor az egyébként szelid és óvatos vadak veszélyérzete jelentősen lecsökken, ösztöneik felülírják félelmeiket. Lecsillapítani nem lehet őket, ez egészen biztos, tehát július vége, augusztus eleje az a vadászok számára az őzüzekedést, az őznászt jelenti tulajdonképpen, és hát az autósoknak is ezt jelenti, azt kell mondanom sajnos. Ilyenkor sokkal úgymond fegyelmezetlenebbek az állatok, nem figyelnek úgy oda természetesen. Egy nász időszak van, amikor minden más háttérbe kerül, és tulajdonképpen a párzás a legfontosabb dolog. Szinte nem is esznek, hiszen erre koncentrálnak, és ez egy természetes folyamat. Úgyhogy ilyenkor az autósoknak kell figyelni inkább a vadra, ami az út közelébe van. Sokkal óvatosabban kell, különösen azokon a helyeken, ahol erre már figyelmeztető táblák is vannak kihelyezve. És ez nagyon sok helyen ott van az országban, ahol már volt ütközés, vagy ahol esetleg várható. Hát én azt szoktam mondani, sajnos ezt kell mondani, hogy az autósok között az van, aki már ütött el vadat, és aki még fog. Én magam is sajnos kerültem már ilyen helyzetbe, és nem egy kellemes dolog. De hát az állatok itt élnek velünk, és az a probléma egyébként, hogy egyre szűkebb élőhelyen él a vad, és ezért aztán egyre közelebb kerül a városokhoz. Az autóutakat meg már nem is tudják elkerülni, sajnos. Ebben az időszakban a kiszámíthatatlan irányban szaladgáló vadak bármikor keresztezhetik az autóval közlekedők útját nappal is. Ennek következtében a vadbalesetek száma megnő, hangsúlyozza Agyaki Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Baranya megyei szervezetének elnöke. Van egy jellegzetessége az ő üzekedésének, az az, hogy úgynevezett ördöggyűrűnek mondja a vadásznyelv, vagy boszorkánygyűrűnek. Ez annyit jelent, hogy az ősz suta felhívja magára a figyelmet, és körbe-körbe karikába üldözi a baka sutáját. A legforróbb, akár déli időszakban is 40 fokba is előfordulhat, és a legváratlanabb időszak, és ennek a hevében van olyan, hogy az őz a suta esetleg autóút közelébe kerül, és kiszaladnak az útra, ez bizony nagyon sokszor előfordul. A károk komolyak. Az 1996-os törvény a vad és gépjármű ütközését a veszélyes üzemek kategóriájába sorolta. Ez azt jelenti, hogy az autós az autóban, a vadászatra jogosult pedig a vad tenyész értékében okozott kárt viseli, ami sok esetben nem kis összeg. Egy őz értéke 2-300 ezer forinttól akár az 1 milliót is elérheti, teszi hozzá a vadász. Éppen ezért a kihelyezett vadveszélyt jelző táblákat nagyon komolyan kell venni, hangsúlyozza. Bizonyos felróhatóságok vannak. Az autós részéről azok a felróhatóságok vannak, a keresztben nem tartás, a gyors hajtás, ittas vezetés, nem a látás és útviszonyoknak való megfelelő vezetés. Vadásztárság részéről két felróhatóság van. Az egyik az, hogy a 200 méteres körzetbe etetőt helyeznek el a vadászok, tehát oda csalják az út közelébe a vadat, vagy ha hajtanak, hajtáson is kihajtják akarattal az útra. A vadászok ismerik a törvényt, és ilyenkor nincsenek 200 méteres körzetben etetők, nincsenek hajtások sem, teszi hozzá Agyaki Gábor. Ha utunkban vadak kereszteznek, ne rántsuk félre a kormányt, ne próbáljuk kikerülni az állatot, mivel ez további balesetveszélyes helyzethez vezethet. Ilyenkor lassítsunk és álljunk meg. A szakemberek vadbalesetekre vonatkozó biztosítás kötését javasolják, így ugyanis egy esetleges baleset bekövetkezésekor elkerülhető, hogy az autósnak milyen a pénztárcájába kelljen nyúlnia. Immár harmadik éve rendez mini séftábort Láncos Sándor séf. Ez a tábor nincs korosztályhoz kötve, bárki nevezhet egy-egy hétre. A lényeg szeressen sütni, főzni, azonban inkább a szünidős gyerekek azok, akik itt töltik hasznosan idejüket. Ami pedig itt készül, azt a végén meg is kell enniük.
Sodornak, fonnak, járnak az ügyes kezek, keltésztát sütnek a miniséfek. Fonott kalács és fahéjas briós lesz az uzsonna. Az ebéden már túl vannak, édes paradicsomlevest és csirkepörköltet főztek maguknak, tanultak is, jól is laktak ebben a táborban a gyerekek. Kinek mutassam még meg az egyszálas kalácsot? Itt a gyakorlati oktatáson kívül elméletet is tanulnak a táborozók, ezért egyik nap pék, másik nap cukrás segíti a foglalkozásokat. Van olyan délután is, amikor kerámiát festenek. Dolgoznak a kihagyhatatlan csokoládéval is. A miniséf tábornak az a célja, hogy megszerettesse a gyerekekkel a sütést, főzést, mondja Pádár Szilvia pék. Közben azt is megtudjuk, hogy szeretné a tudását átadni a gyerekeknek. Most egy briós tésztát készítenek. Ezt ugye meg kell keleszteni, ki kell mérni az alapanyagokat, kézzel összedagasztják, tehát erőt kell befektetniük, és a végén pedig most éppen a formázásnál tartunk, meg fogják formázni a briost, megsütik, és a végén meg is tudják kóstolni, hogy mit készítettek. Én menet közben szoktam elmondani, hogy éppen mit készítünk, mit csinálunk, mikor mit csináljanak, mindenkit megvárunk, hogy felzárkozzanak, és együtt tudjuk folytatni a munkát. Egyrészt nagyon szeretek sütni, a másik pedig, hogy nagyon szeretném ezt a gyerekeknek is átadni, hogy ők is ezzel a szeretettel tovább tudják ezt vinni, megtanulni, betekintést nyerjenek egy picit a sütésbe, a tésztákkal való munkába. Lényeges szempont, hogy a gyerek nyitott legyen, érdekelje a konyhai élet. Fontos, hogy mivel egész nap a konyhában vannak, ezért szeressenek a konyhában, tehát valamilyen szintű érdeklődés legyen. Nem teszünk különbséget, hiszen hogyha most nem mondhatom azt, hogy egy 6 éves nem érdekli, ugyanúgy be tudnak állni, olyan ételeket próbálunk készíteni, mint mindenkinek, tehát ugye vannak saját gyerekeim, úgyhogy onnantól kezdve nagyjából tudjuk, hogy mi az, amit talán megesznek, talán nem. Könnyebben elfáradnak a kicsik, de ugyanúgy tudják élvezni, mint mondjuk a 12-13 évesek, tehát hogy ezzel nincsen probléma szerencsére. Alapanyagot kapnak a táborban, csak magukat kell vinni a kis kuktáknak. A helyszínt, az eszközöket, a napi ásványvizet is helyben kapják a nebulók. Az egész napi ételüket maguknak kell elkészíteni, miközben sok új dolgot is tanulnak, még a konyhai balesetvédelemre is kiterjed a figyelem, mondja Láncos Sándor séf. 8:30 reggelit készítenek maguknak, ez lehet egy amerikai palacsinta, ez lehet egy, most a héten egy French toast, volt, hogy meleg szendvicset csináltunk, rántott el tükörtojást, minden napra van valami, és mindig valami más, akkor utána mindig van egy kétfogásos ebéd, egy leves és egy főételt, amit szintén ők készítenek el. Én azt tapasztalom most már így 3 év után, hogy azért valami otthon is működik, tehát megy anyukához, apukához is főznek, tehát azzal nincs probléma, hogy mindig el van nekik mondva, mert hogy ez bekötjük, hogy kézmosásra kezdünk mindig, mindent kézmosás. Az, hogy most a kötényt nem fogom kötelező tenni, mert hogyha most mondjuk hány istenek nincs olyan meleg, de amikor meleg van, akkor az még pluszba melegíti őket, de azért most a lányok van hátul, akik idősebbek rajtuk van folyamatosan, ők már igyekeznek védeni a ruhájukat. A kicsik azért erre még nem annyira gondolnak, hogy anyának kéne segíteni, hogy nekem már azonnal a foltokat kiszedni belőle, nem csak elég legyen egy sima mosás. De mindenképpen, tehát akkor forróra vigyázzanak az olajnál, mivel nem nyúlunk bele, nagyon figyelünk, tehát hogy azért nagyon sok mindenre, a késsel hogy bánunk, hogy vágunk, mindent igyekszünk. Tehát a leginkább itt az alapokról. Nekem az a célom ezzel az egésszel, hogy mondjuk azt elérjük, hogy könnyebben bemennek a konyhába, és nem félfajta, atya úristen, itt mi van, hanem tudják azt, hogy a kést hogy viszik oda, hogy a vágódeszkán vágunk, és nem a pulton, ez például szerintem egy fontos dolog. Illetve az, hogy óvatosak vagyunk, hiszen forróval dolgozunk és éressel dolgozunk. A pandémia ellenére a miniséf tábor 3. éve sikeresen működik. Nekik szerencséjük volt tavaly és idén is, hiszen a járvány már elcsendesedett nyárra mindkét alkalommal. Nyaranta 3 turnust indítanak 12 fővel, így kényelmesen elférnek a munkaasztal mögött. A tábor Pécsen, az Indóház téren található. Köszönöm, most jól vagyok elnevezéssel találkoztak újra hosszú idő után a fogyatékossággal élő fiatalok, művészek, akik hónapokra bezárva éltek a lakó otthonokban. Az erre az alkalomra verbuválódott lelkes társulat egy saját élményeken alapuló előadással készült. A jelenet füzért Szabó Zsuzsa bábművész rendezte, aki egy tárgyanimációs bábjátékkal is kedveskedett a közönségnek saját színháztermében. Vak vagyok. 8 éves koromig éltem az átlagos gyerekek átlagos életét. Bicikliztem, rajzfilmeket néztem, videójátékokkal játszottam, és katonának készültem.
azonban az a bizonyos augusztusi nap mindent keresztül húzott. A karantén mindannyiunk életét befolyásolta, de a fogyatékossággal élőkét különösképpen. A lakóotthonokban még látogatókat sem fogadhattak. A hosszú idő után első alkalommal megtartott piknik során a szereplők saját életükből merítkező rövid jeleneteket adtak elő, köztük Szekeres Henriett írásait. Nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt a pandémia. Ugye 8 hónapig folyamatosan be voltunk zárva, úgyhogy most érzem, hogy megviselt. Akkor nem éreztem, most érzem. Az írása az nagyon sokat segített nekem. Úgy vettem észre, hogy ilyen terápiás jelleggel bír. Nagyon sokat írtam, tényleg rengeteget. Elkezdtem pályázni. Pályázatokra küldtem be folyamatosan, és akkor azok tartottak életben, hogy vajon mi lesz, hogy lesz. Igen. Nekem jobb ötletem van, figyeljetek, csináljunk egy kutyát. Kutyát? Minek? Hogy kivigyük sétálni. Hát ez nagyon jó. Ez lesz a kutya. Ez egy tacskó. Annak elég a rövid láb. Ez a cipőfűző pont jó lesz. És ha nem egyforma hosszú, akkor sánta lesz. Miért? Sántán is lehet élni. Marci, én hallottam egy kutyáról, amelyiknek 3 lába volt. Zongorának hívták. Tényleg, mi legyen a neve? Szerintem Alibi. Kezdetben a benti léttel kapcsolatos írásokat írtam. Aztán utána elkezdtem így ilyen saját kutfőből. Egyrészt, hogy is mondjam, igaz történetek, de egy kis fiktív szállat is belefontam mindig, hogy ne ismerjék fel, hogy kiről van szó. Van egy kedvencem, egy világnapra írtam, mindjárt mondom, az otthonápolás világnapjára adtak ki egy pályázatot, és ott úgy írtam, mintha az anyukám helyébe képzeltem magam, és az az írás nekem az a kedvencem. A jelenetek füzérét Szabó Zsuzsa bábművész rendezte, aki a helyszínt is biztosította a piknikhez. Tudtuk, hogy kell egy előadást készítenünk erre a rendezvényre, és nem nagyon volt erről még elképzelésem. És amikor így a Henny írásai a Facebookon így elém kerültek, akkor egyszer csak így kiéreztem belőle egy ilyen mély félelmet. És igazából ez a momentum fogott meg, mert bármennyire is próbál ő szépen fogalmazni, azért volt egy ilyen félelem is mögötte, és ez volt az, ami végül is arra sarkalt, hogy akkor az ő írásait vegyük alapul. Szabó Zsuzsa a Babás szerkövek történetével a Kővé vált lakodalmas menet című tárgyanimációs bábjátékkal kedveskedett a közönségnek. Kimérjük a... Lisztet egy formára. Egyébként ez ebben olyan, mint ami egyszer régen is volt, hogy akkor is egyszerre 2 családnál volt lakodalom. De nem a lakodalommal kezdődött a minden, hanem a megszületése. Mert egyszerre a falunak a 2 végébe 2 kislány született. Ugyan egyszerre az egyik itt a végén. A másik meg, a másik végén. A délután során Szekeres Henriett végre átvehette a Baranya megye önkéntese különdíját, amit szintén a hosszúra nyúlt karantén miatt csak most kapott meg. Ez egy vidám, szabad levegőn, szabad légkörben lezajló, szinte érzékenyítés. Csak más műfajban, nem egy hivatalos megjelenés, hogy akkor most idejövünk és találkozunk a fogyatékossággal élő előadók, befogadó közönséggel, hanem egyszerűen együtt vagyunk, és így érzékenyülünk, és ide hívtunk olyan embereket is, akik még esetleg ilyen fajta találkozáson nem vettek részt. Augusztus 20-a volt. Kirohantunk öcsémmel tűzijátékot nézni. Ez az így jó. De én már nem láttam belőle semmit. Visszarohantam a házba, és az ágyra vetettem magam. Odafeküdt mellém édesanyám, együtt sírtunk. Aztán megkérdezte, Marci, ha akkor, amikor még a hasamban voltál, tudtuk volna, hogy mi lesz, te mit akartál volna? Jobb lett volna, ha meg se születsz, vagy jó volt ez így? Én nagyon sokáig gondolkodtam, akkor 9 évesen. Úgy éreztem, mintha 100 évet öregettem volna. Láttam a múltamat, és számot vetettem a jövőmmel.
Tudtam, hogy az állapotom okán számos hátrány fog engem érni, és hogy számos feladatot sokkal összetettebben fogok tudni elvégezni. De számoltam a jóval is. És mivel szeretem az életet, így feleltem. Jó volt ez így, ahogy történt. A Pécsi Művészeti Kar szobrászhallgatóinak munkájából nyílt kiállítása a Baranyai megyeszékhelyen. A Zsolnai negyed Kemence galériájában láthatók az alkotások, melyek mind a művészpalánták gondolatait fejezik ki. Az Elaprózódás címet viselő tárlatot augusztus 15-ig láthatják az érdeklődők. Elaprózódás. Ezzel a címmel nyílt tárlat Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyed Kemence galériájában. A kiállítótérben szobrászhallgatók munkáit láthatja a közönség. Dani Tamás egyike az alkotóknak. Igazából már középiskolai tanulmányaim is a művészettel, azon belül is a szobrászattal kezdődött, és volt egyfajta ambícióm, érdeklődésem ennek a pályának az irányában, és akkor hát végülis megpróbálkoztam vele, és úgy néz ki egyelőre, hogy jól is választottam. Szerintem a Covid az úgy nagyon sok embernek így feltette ezt a kérdést, és sajnos még én sem tudom most ezt a választ. Azt nem mondanám, hogy előtte lettek volna tisztában terveim a jövőre nézve, de így pláne nem, így nem tudok most rá válaszolni. Az elmúlt évek néhány munkája, pontosabban, ami még a Covid járvány előtt volt, egy-két ilyen gyakorlati feladatra szánt munka. Itt elsősorban két bronztárgy, illetve egy hát hirtelen felindulásból létrehozott kis konstrukció lett az, ami végülis kiállításra került itt. Egyelőre ezzel tudok most itt produkálni. A bronzból öntött tárgyak az egy pohár, igazából egy pohár sorozat. Végülis két testet akar szimbolizálni, és ennek egyfajta átalakulási folyamata. Az onnan jött igazából, hogy így gondolkoztam azon, hogy hogyan is lehet valahogy kifejezni így a belső-külső helyzetből adódó átalakulásokat, és azt figyeltem meg, hogy ugye nagyon sokan a kávéfogyasztás hívei vagyunk, és el is ugye elvitelre kérjük, és mindig azt tűnt fel, hogy az összes kuka, meg mindenütt tele van ezekkel az összegyűrt kávés poharakkal, és valahogy innen jött az ötlet, hogy ezt a szimbólumot talán így egy közérthető formában előadni. Szabó Dániel Márton munkái, bár ezúttal nem szobrok, mégis közel állnak szívéhez. Mindig is szerettem térben alkotni, de valójában ez csak egy kis szeglete így a dolgoknak, amivel így foglalkozok. Most igen, térben szeretem jobban alkotni, így amikor a középiskolás tanulmányomat elkezdtem, és ezt vittem ugye tovább az egyetemre is, de alapvetően így igyekszek így a képzőművészetnek több területével is foglalkozni. Például jelen esetben is nekem gyakorlatilag csak képeim vannak kint valójában, de úgy gondoltam, hogy most így ezeket szeretném megmutatni, mert így amióta így kialakult a Covid, így gyakorlatilag több digitális munkát sikerült alkotnom, mint szobrot valójában. Vannak szobraim is, amik így folyamatban vannak, de most úgy gondoltam, hogy megmutatom ezeket a digitális munkáimat is, amiket így ide hoztam, is így látható, így mögöttem is így a falon több belőlük. Hogy mik a terveim ezután? Hát ez nekem is egy jó kérdés még. Alapvetően valószínűleg most még el fogom végezni a tanárszakot, könnyen lehet, hogy majd tanárkodni fogok, de egyébként mindezután, hogy ez nem úgy gondolom, hogy nem szeretnék végig tanítani így az egész életemben, tehát végső cél az nekem szerintem az lenne, hogy persze a művészetből megindít, tehát ez egy nehéz dolog, egy hosszú út vezet oda, amíg az ember a saját művészetéből meg tudjon élni igazából. Pályázatokat megpályázni, kimenni esetleg külföldre, ott így a szakmában tevékenykedni valamit, pályázatok által művésztelepek, így nagyjából ilyesmik, de hogy pontosan mi fog történni, azt még én sem tudom. Én szeretek igazából az ilyen szemmel nem látható dolgokkal foglalkozni, ilyen transzcendentális filozófiai kérdések, vagy kvantumfizikai
kérdések vagy feltételezések, és így ezekkel a gondolatvilágokkal, kérdésekkel foglalkozó dolgok láthatók itt egyébként. Ilyen szemmel nem látható világokat próbálok átadni, megmutatni így a munkáimat néző személyeknek. Krisztián Bence alkotásait is megtekinthetik az érdeklődők. Nekem még gimnáziumban jött az, hogy a szobrászakot válasszam. Úgy volt, hogy végigforogtunk az akkor induló szakirányokon, és a szobrászat volt, ami megfogott, úgy éreztem az akkori tanár, aki tanított minket, hogy ő azt akarja, hogy minél többet ki tudjak hozni magamból, meg hogy minél jobban csináljam, és ez így megfogott, és azóta is ezt így csinálom. Itt a kiállításon 4 darab munkám van, 3 linó metszet, meg egy faszobor. A metszetek azok úgy jöttek, hogy lehetőségünk volt, hogy bemenjünk a grafikusok órájára, és akkor így becsempészkedtük magunkat. És a két munka, az egy mintarendszerrel készült, amit még régen valahogy így rám jött, és elkezdtem használni, és abból jöttek ilyen állatfejek így kialakítva, és azokat csináltam. Meg van egy másik, az egy Dürer parafázis. Az is úgy volt, hogy volt egy olyan feladat, hogy egy klasszikus művet kellett megcsinálni linó metszetbe, és az megtetszett, és amikor azt csináltam, akkor volt az, hogy ahogy metszettem a linót, ott volt mellette az alap, amiről metszettem, és így pont így meg volt tükrözve így a kettő egymás, mert is nagyon megtetszett a kinézet, és azért csináltam úgy egyet, hogy a kettő együtt van. A fa az egy női test negatív kifaragva, így a mellek alattól a szemérem dombik, és ott is az volt a lényeg, hogy tetszett nagyon ez a formavilág, és általában mindenhol azt látjuk, hogy pozitívban, hogy mennek a testek, és hogy látjuk őket, és hogy kíváncsi voltam, hogy ez, ennek mi a fordítottja, hogy az, hogy lehetne megnézni, és az milyen lábfejmutat, és akkor ebből volt már korábban egy másik munka, ami kőből készült, de még szeretnék később is ilyeneket csinálni. Hát egyetem után őszintén pontosan nem tudom, hogy mi lesz, meg hogy lesz. Szeretném, hogyha akármit is fogok csinálni, tudjak mindig a szakmával is foglalkozni és munkákat csinálni. Én is elvégzem a tanári szakot. Arra most fel is felvételiztem is, és fel is vettek, úgyhogy azt majd fogom is tudni csinálni. És más nem, akkor tanítgatok közben, meg csinálom a dolgokat, amiket lehet, remélhetőleg, hogy ez így össze fog tudni jönni. A tárlatot augusztus 15-ig nézhetik meg a látogatók Pécsett a Zsolnai negyed Kemence galériájában. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!